A tisztítószerek nagy kereskedelmével foglalkozó KFT nagytételben Szlovákiából importált gyengébb minőségű, azonban legálisan forgalomban lévő folyékony mosószert. A terméket aztán a megrendelők igényei szerint flakonokba töltötték. A különböző márkájú mosószer címkéket postán vagy futárszolgálattal jutották el a viszontaladóknak, akik a flakonokra ragasztották, és már is jól csengő márkanév alatt tudták eladni az árut. Az északaföldi akcióban a pénzügyi nyomozók több mint 20 ezer liter folyékony mosószert, 1000 kg mosóport, mintegy 2000 hamis címkét, kupakot, flakonokat és 1 millió forint készpénzt is lefoglaltak. Az elkövetői kör 8 tagját elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki üzletszerűen elkövetett iparjogvédelmi jogok megsértése büntette miatt. Tettükért akár 5 évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak. A bíróság három gyanúsított házi őrizetét rendelte el.